A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az influenza ellen a legjobb védekezés a védőoltás. Szervezetünknek 10-14 napra van szüksége a védettség kialakulásához, ezért azt javasolják, aki teheti, minél előbb oltassa be magát. Lassan másfél évtized annak, hogy rendszeresen, térítésmentesen tudjuk védőoltásban részesíteni mindazokat, akik bizonyos rizikocsoportba tartoznak, akár felnőttek és akár gyerekek. Intézetünk jelenleg is megfelelő mennyiségű oltóanyagot kapott, ezt a házi oltási rendszerekbe eljuttattuk, el is kezdődött a lakosságnak a védőoltása. A tisztifőorvos hozzátette, a 6 hónaposnál fiatalabb babák számára nincs védőoltás, őket úgy óvhatjuk meg a járványtól, ha a közelükben lévők beoltatják magukat, védekeznek a betegség ellen. Megtudtuk azt is, hogy még mindig sokan vannak, akik összekeverik a megfázás és az influenza tüneteit. Az influenza általában nagyon hirtelen alakul ki, magas lázzal kezdődik, nagyon jellemző a fejfájás, az ízületi fájdalmak, az izomfájdalmak, elesett a beteg, és sokszor ágyba kényszerül, ugyanakkor felső légúti hurutok is jelen lehetnek, köhögés, tüsszentés, nátha. A megfázás esetében ez egy sokkal egyszerűbb megbetegedés, főleg a felső légutakra vonatkozik. Beszélhettünk egy homloküreggyulladásról, arcüreggyulladásról, esetleg egy torokfájásról. A láz semmiképpen sem olyan magas, és általában néhány nap alatt gyógyul. Fontos különbség még az is, hogy influenza esetén előfordulhat, hogy szövődményként tüdő, szívizom vagy agyvelőgyulladás alakul ki. A megfázás, meghűlés azonban mindenféle szövődmény nélkül gyógyul. Az influenza elleni védekezés fontos része az immunrendszer erősítése is. Ebben az időszakban lehetőleg fogyasztunk vitaminban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket, valamint kerüljük a zárt, zsúfolt tereket. Fontos, hogy a hűvös idő ellenére mozogjunk a szabad levegőn.